Sziasztok, és újra a csatornán. A mai videó nem lesz más, mint egy kicsit rendhagyóbb Halloween és smink videó. És eredeti terv alapján egy egész Halloween-et terveztem, de sajnos nem fog összejönni, úgyhogy ha minden igaz, akkor három Halloween és smink videóval készülök nektek, amiből ez az első. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok arra, hogy hogyan készül, akkor ne kattintsatok sehova. Szóval mielőtt tényleg belekeznék a smink részébe, van rajtam felső, csak egy ilyen teljesen újatlan csőtop, és ezt a fejdíszt én csináltam. Ez a camor piercing meg igazából egy gyűrű, amit fel lehet vinni az orromba, és magát a sminket készítem el. Tény, hogyha még a zöld hajam lenne, akkor jobban mutatna, de szerintem így se lett olyan rossz. Ez egy ilyen őszi bika inspirált a dolog, mivel az én horoszkópom bika, ezért akartam valami ehhez hasonlót csinálni, és magát a fejdíszt, ugye ezt az egészet én magam kreáltam, ez egy pár száz forintos tétel, amúgy hurkapálca, művirág, meg egy kis dekorgumi, meg festék, hogyha valakit esetleg érdekel, hogy hogyan készült. Nem vagyok jó Halloween sminkben, nem vagyok jó ilyen fantasy arcfestéses dologban, de megpróbáltam a tőlem tehető legjobbat. És hogyha sikerül, akkor még kettő másik videó várható, aztán visszatérünk a rendes, sima, egyszerűbb sminkes részekhez, úgyhogy fogadjátok ezt a próbálkozást tőlem sok-sok szeretettel, de azért remélem, hogy tetszeni fog nektek. Szóval Samhain Pudernek a Coastal Sands 252-es palettáját fogom használni, mivel ebben van a legtöbb szín, ami nekem hasznos lesz most, és ebből is ezt a sárga-narancs, citromsárga panelt. És először egy puffy ecsettel a külső V-be elég erősen egy piros színt fogok felaplikálni. Majd pedig egy narancssárgát fogok felvinni, nagyjából a szemhéjem közepére. Ezek után a Morphe és Jaclyn Hill palettájából ezt az arany árnyalatot fogom felvinni, ez az Armed and Gorgeous paletta, és ezt fogom újjal felvinni a belső szemszögbe. Majd pedig a Colourpop Super Shock szemhéj puderét fogom használni Hot Topi árnyalatban, ami egy ilyen csillámos bordó, és ezt újjal csak úgy nagyjából a külső V-be fogom felütögetni. Majd pedig egy rossz beauty blenderrel és a NYX Liquid Suede folyékony rúzsával kitenni ki az árnyalatban fogom felvinni az arcom közepére ezt a valamit. Szóval ezt igazából csak így felaplikáltam középre és elkezdtem szépen szétdolgozni így az orrnyergemen és a szemem alatti részen, és tényleg megpróbálom a lehető legszebben eldolgozni az éleket, majd fel fogom vinni a szemem alá is, és kicsit ilyen koreai smink típusban az arcomra is kivinni, de a lényeg, hogy úgy nagyjából próbálom eldolgozni, de erősnek kell, hogy maradjon a szín. Pedig a piros ecsetemmel elkezdtem egy picit lemattítani és megerősíteni a színeket és a külső részét, az éleket megpróbálom egy kicsit eldolgozni. Majd pedig a narancssárgát fogom használni, és ahol a legerősebb az orromnál a vörös, ott a széleken próbálok egy kicsit beledolgozni. Visszatérek az Amber Gorgeous palettára, és a szemem alatt is egy kicsit jobban eldolgozom ezt az aranyszínt. Majd úgy döntöttem, hogy egy sötét barnával kicsit kihúzom a külső V-met alul és fölül, hogy legyen egy kicsit ciceszem effektje, és egy kicsit mélyítsem a színeket. Majd jöhetnek a szeplők, először a Lovely
aranyszínű szemhéjtussát fogom használni, majd pedig a Makeup Revolution Retro Look Sleep Kitjéből a Noble árnyalattal fogok rámenni, és arany és egy kicsit természetesebb színű szeplőket fogok felrajzolni. Ezzel a Second Door ceruzával gyakorlatilag kihúzsozom magam. Ugyanúgy visszatérek az arany színre, és a szám közepére le egészen az államig húzok újjal egy csíkot. Majd pedig jöhet a szemöldök, amit egy kicsit jobban fölfele fogok fésülni, és egy világos barna szájkontúr ceruzával fogom kitölteni, hogy ne legyen túl sötét a szemöldököm, inkább a szám színéhez hasonlítson. Ezek után a NYX folyékony rúzsát fogom megint használni, és hát ide akartam csinálni egy Bika horoszkóp jelet, de ahogy látjátok, nem figyeltem, és semmi nem látszik belőle, de az ott van, és ugyanezzel a technikával készül, mint az arcon. Ugyanezt fogom megcsinálni a homlokomon is, nagyjából a homlokom közepétől egy kicsit kiindulva fogom felvenni ezt a piros árnyalatot. Majd pedig a piros és narancssárga szemhéjpudrekkel fogok átmenni rajta. És az eddig használt piros NYX folyékony rúzsát fogom használni a nyakamon is. Először megpróbáltam ilyen arany csíkokat csinálni, de annyira nem látszódott, úgyhogy úgy döntöttem, helyette inkább pirosra festem, és egészen az állam alatt le a nyakamig ezt ki fogom húzni, és ugyanúgy visszamegyek rá a pirossal és a narancssárgával. Végezetül pedig a Lovely aranyszínű tusával fogok szintén szeplőket rajzolni a nyakamra. Végezetül pedig felaplikálom a szempillárnak. Ennyi volt már ez a mai videó, hogyha tetszett, akkor ne felejtsen feliratkozni a csatornára, hogy le nem maradj a többiről, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!